Kezdhetünk? Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen. Megállapítom, hogy a képviselői testület határozatképes. Hitelesítőnek javaslom Szombos Edit képviselőasszonyt és Horváth Béla Róbert képviselőurakat. Aki a hitelesítők személyével egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy egy hangon a képviselői testület a hitelesítőket elfogadta. Ahogy a kiküldött meghívóban is szerepel, egyetlen napirendi pontunk lenne a mai rendkívüli testületi ülésen, ez pedig a LEADER pályázat minikotról beszerzésének a beszerzési eljárás eredményének megállapítására vonatkozó, tehát gyakorlatilag kiválasztja a képviselő testület, hogy melyik ajánlattevőtől milyen gépet szerzünk be. Jó, aki a napirendi ponttal egyetért, azt kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag a napirendi pontot elfogadtuk. Jó. Alig pár tíz perccel ezelőtt a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, úgyhogy átadnám az elnök úrnak a szót. Köszönöm a szót. Tárgyaltuk a bizottsági ülésen. Négy érvényes pályázat érkezett, ugye ebből a legkedvezőbb pályázatot a Best Machinery Kft. Nyújtotta be. 10.735.818 forint összeggel értékesíti az önkormányzat felé ezt a minipotró gépet. Ugye ezzel a bizottság egyetértett, hogy ezt a pályázat ajánlatot fogadjuk el. Köszönöm szépen. Igazándiból elsősorban azoknak, akik elfelejtették volna, vagy nem követték figyelemmel, tehát gyakorlatilag a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartására minikotróra nyújtottunk be annó pályázatot, amely pályázaton 1 forint hiány 10 millió forintot nyert is az önkormányzat. Az előzetes árajánlatok alapján anno a képviselő testület erre 750.000 forintot, mint önerőt, mert ez egy 95%-ban finanszírozott pályázat volt, biztosított. Ugye most az alapján a legjobb árajánlatot benyújtónál csak 735.000 forint. Annyi ugye az időközbeni változás, hogy eltelt az a költségvetési év, amiben ezt a 750.000 forintot a tartalék terhére biztosítottuk. Ez tavalyról megmaradt, az idén fogjuk felhasználni. Gyakorlatilag az árajánlatban illetve az ajánlatokban szereplő gépek között, ahogy azt a bizottság is megtárgyalta, tehát sem méretben, sem teljesítményben szignifikáns különbség nincs, remélhetőleg a használhatóságukban nincs. A jelenlegi tudásunk alapján azt gondoljuk, hogy bármelyik alkalmas lenne, és így az előzetes az szerepel, ami mellett a bizottság is állást foglal, hogy a legjobb, vagy legalacsonyabb árajánlatot benyújtót hirdessük ki győztesnek. Megnyitnám akkor ehhez kapcsolódóan a vitát, vagy a hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás? Jó, hogyha nincs, akkor
felteszem határozati javaslatra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Best Machinery Kft. Hirdessük ki győztesnek, és tőle ezt a Liu Dong nevű minikotrót beszerezzük, illetve a beszerzés végrehajtásához szükséges forrást a 2024 évi költségvetésből biztosítsuk, az kérem kézfeltartással jelezzen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Jó. Köszönöm a közreműködést és a megjelenést, és akkor 18:36-kor képviselőtestület ülésre zárom.